Én azt gondolom, hogy két nagyon jó csapat játszott ezt a abszolút 4-3-as döntőt. Az első fél időben nagyon jól játszottunk, sokat passzolva, sok támadást tudtunk vezetni, amiből sikerült 3 gólt szerezni. Gratulálni szeretnék mind a két csapatnak a bajnoki címhez. Én azt gondolom, hogy mindkét csapat bizonyította, hogy nem véletlenül egy bajnok a saját csoportjába. Gratulálni szeretnék mind a két csapatnak az egész éves teljesítményhez. A mai mérkőzésen az első félidőben nagyon jól játszottunk, sok támadást vezettünk, szép gólokat értünk el. Én azt gondolom, hogy megérdemelten nyertük ezt az abszolút bajnoki döntőt. Szeretném megköszönni a vezetőknek az egész éves teljesítményt, a saját játékosoknak pedig az egész éves teljesítményt. Az első szembetűnő dolog az volt, hogy az ellenfél fizikálisan erősebb, gyorsabb volt, mint mi. Hát itt jött ki a különbség abban, hogy kinél van edzés, kinél nincs. Az első félidőben el is döntötték ők a mérkőzést, úgy gondolom, hogy sok hozzáfűzni valunk az első félidőben nem volt. Szünetben tudtam változtatni, megbeszéltük, szerkezetet váltottam, és úgy gondolom, hogy a másik félidőben már egy kicsit stabilabb volt a játékunk. Nem vagyok egyáltalán csalódott, büszke vagyok a csapatomra, gratulálok az ellenfélnek, és úgy gondolom, hogy nekünk is jár a dicséret.